hogy mennyire lazábbak, és tudod majd használni. De örülök neki, mert teljesen ugye be volt fordulva. De jó! Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő videóhoz. Egy kicsit esős idő van, de Danikát muszáj meglátogatni, ugyanis május 7-én megműtötték Barcelonába, és nagyon sokan írtátok nekem Instagramon, meg live-okba, hogy mi a helyzet Danikával. Ezt fogjuk megtudni a mai videóban, úgyhogy tartsatok velem, és még egyszer köszönöm, mert ez nélkületek nem jöhetett volna létre, hogy ennek a kisfiúnak jobb legyen az élete. Biztos mesél majd az útról, hát ugye még én sem voltam, én nem is utaztam még repülőn, meg nem is voltam Barcelonába. Anyukája küldte nekem a képeket, nagyon-nagyon szép helyeken jártak, volt egy napjuk, amikor tudtak város nézni, úgyhogy nagyon boldog vagyok ez miatt is, hogy ilyen helyre el tudott jutni a kisgyerek és a családja, úgyhogy köszönöm szépen nektek. Mehetünk Danikához. Igen, úgyhogy egy hónapig most pihennie kell Danikát, utána fog jönni a gyógytornász, és nagyon bízunk benne, hogy nagyon sok munka lesz tényleg, de bízunk benne, hogy nagyon sok lesz a javulás, látható is, hogy meg én is érzem, hogy sokkal lazábbak a kezeim. Most GTA-n. Most épp GTA-ztál. Jó van. Néztem. Ja, néztem. Mi tetszett ott a legjobban a városban? Az étterem? A finom rántott húf, igaz? Tudod, hogy melyik napot nem szeretem? Na, melyik napot? Na, az alapban. Mit ittam? Mert akkor korán kellett kelni. Korán kellett kelni, igen. 8:30-kor műtötték, és akkor be kellett érni. Fáradt voltál. Aha. Fáradt voltam. Aha, jó van. És akkor a lábad is nagyon fájt utána? Úgy. Cuki a köntös. Nagyon cuki a köntösed, igen, jó pókemberes, de látom, hogy a papucsod is, csak azt a nézőt most nem látják. De nagyon szereted a pókembert? Gyereket, erre a videóra vettek. Erre a videóra nagyon boldogok vagyunk akkor, hogy erre a videóra így kiöltözték, és nagyon, tényleg nagyon, a nézők is biztos nagyon boldogok, hogy ezt össze tudtuk hozni, és épségbe megérkeztél, Danika. Köszönöm. Tényleg köszönöm a sopropént. Így szívesen, Danika, ezt azért tettük veled, hogy segítsünk a gyógyulásodba, jó? Oké, és bízunk benne tényleg, hogy ha jön a gyógytornász, akkor majd tornáztok, jó? Tényleg, az én... Nagyon-nagyon szép, Danika. Ez szóval, köszönöm, minden a prof, minden Danitet. Igen, minden, igen. És tényleg mindent. Igen, igen, Danika, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Szerintes. Hány forintot? 668 ezeret. Szóval 668 ezeret. Köszönöm. Nagyon boldogok vagyunk tényleg, hogy ezt meg tudtuk tenni. És bízunk benned, Danika, jó? Igen. Jó, hogy tudsz majd. És igen, tényleg azt elfejtettem, annyira lenne a lényeg, hogy a kezeit. Ugye most már az ujjai nagyon milyen jó kinyílnak, tényleg. Most nézem, hogy az ujjai ugye teljesen be voltak fordulva, de most teljesen jó, tornázom, és majd lesz ilyen joystickos kerekesszék, és akkor már tudod majd irányítani a kezeiddel. Nagyon jó, tényleg most vettem észre, hogy mennyire lazábbak, és tudod majd használni. De örülök neki, mert teljesen ugye be volt fordulva. De jó. Sok csirkevacsorát kérek, igen. Igen, nagyon. Hú, nagyon boldog vagyok most. Nagyon, eddig nagyon jó. Chicken dinnered volt. Eddig? Hát idén 5-6, nem több. Béna vagyok. De most nagyon boldog vagyok tényleg, hogy ilyen. Tényleg. Most vettem észre amúgy. Egyelőtt. Hát az óriási. Hát most nagyon boldog vagyok tényleg, milyen szépen. Ki tudod nyitni az ujjaidat. Tudod mozgatni is, Dani? Igen. Tudod mozgatni is? Tényleg, azt a de jó, de ügyes vagy, nagyon ügyes vagy. Akkor majd egy hónap múlva jön a gyógytornász, akkor még jobb lesz. Igen. De örülök neki, nagyon jó, nagyon örülök neki. Úgyhogy ez a nézőknek köszönhető, meg a te kitartásodnak, hogy ilyen bátor voltál. Hát én tudod, hogy féltem volna. De te féltél, Danika, amikor elaltattak? Professzor mondta ott utána, hogy a Dani a műtét előtt spanyolul beszélt. Tényleg? A műtőben. Aszta. Már nem tudom, hogy... Nem emlékszel, azt a... Na hát akkor sikeres volt, hál' Istennek a műtét. Most. Nagyon boldogok vagyunk, még egyszer a nézőknek köszönjük szépen, látható, nagyon látható a javulás. És nagyon ügyes, hogy és büszkék vagyunk rá, és a nézők is látják, hogy összehoztuk, és tényleg nélkületek ez nem lenne, hogy a kisfiú tudja használni a kezeit.
úgyhogy... Van egy jó címe. No, milyen címe van? Megérkeztem, basz, a nevon. Igen, hát igen, tudod mit akartam neki adni? Hogy a műtét, Danika a műtét után, ez is jó, elfogadod? Jó, köszönöm szépen, hogy beleegyeztél. Három hónap és 10 éves leszel. Nagyon örülök neki. Jó, Danika, most elköszönünk a nézőktől, jó? Arra voltak kíváncsi, hogy mi a helyzet vele. Nagyon jól van, Danika, mert képzeld, a live-ba kérdezték folyamatosan, hogy mi a helyzet Danikával, és hát én sem tudtam sokat, ugye? De most itt vagyok, és tudom tudósítani, hogy minden rendben van, és tényleg csodálatos, hogy tényleg mennyire lazábbak az új, az izmai, és hogy lehetőség lesz majd enni neki, jó, nézheted tovább a videót, mert amikor jöttem, pont nézte a videót, Danika, úgyhogy nem vagy, hogy megzavartalak? Nem. Jó, van, remélem örülsz nekem. Örülök. Örülök. Köszönjük még egyszer a nézőknek. Tudjátok, hogy mit felejtettem itthon? Na, mit felejtettél? Otthon a komolyan magad a szandáromat. Azt itthon felejtetted? Azt a nem baj, de itt van, megvárt. Igen. Várt, igen. Úgyhogy köszönjük szépen Nazarov doktor úrnak, hogy megműtötte Danikát, és Szerának, a tolmásnak, hogy elkísérte őket, és fordított. Spanyolul beszéltek ott, ugye? Igen. Igen, spanyolul. Igen, köszönjük szépen. Angolul is. Úgyhogy köszönjük szépen a kedves nézőknek. Igen. Örülünk, hogy Danika rendben van, és minden rendben lesz. Úgyhogy jön a tornász, és rendben lesz le Danika, jó? Igen. Oké? Azt de jó, ki tudja nyújtani. Azt de jó. Ügyes vagy, Danika. Hazaérkeztem Danikától, és képzeljétek el, hogy kaptunk ilyen ajándékot. Öcsém kaptak tollat, kulcstartót, van sörnyító is Barcelonából. Ezért nagyon köszönjük. Eredeti toll Barcelonából. Ez nekem nagy szó, mert ugye én még nem jártam ilyen helyeken. Úgyhogy köszönjük szépen Danikáiknak, és mennyire, láttátok, mennyire csodálatos, hát meghatódtam, mennyire csodálatos az, hogy látjátok, a kisgyerek ki tudja nyújtani a kezét, tudja az ujjait kinyújtani, meg mozgatni, ugye, majd jön a gyógytornász, akkor még jobban tudja majd használni, és ez nektek köszönhet, ez számomra felfoghatatlan és csodálatos, hogy ezt megcsináltuk. Bízom benne, hogyha lesznek még ilyen megmozdulások a csatornán, akkor hát tudom, hogy számíthatok rátok. Köszönöm szépen, és nagyon boldog vagyunk. És aki szeretné még a családot segíteni, leírásba ott van a számlaszám, aki a továbbiakban is szeretné a családot ugye támogatni, mert nem könnyű sajnos a szülőknek se, ugye egész nap figyelni kell Danikára, de bízunk benne, hogy most majd a gyógytorna után majd tényleg rendesen tudja használni a kezét. Láthatod, hogy ki tudja nyújtani, mert hát ez csodálatos. Úgyhogy becsüljétek meg azokat az apró dolgokat az életben, amik másoknak sajnos nem adott meg az élet. Úgyhogy még egyszer hálás vagyok, boldog vagyok. Jobbá tettük közösen egy kisfiú életét. Köszönöm, kedves nézők, sziasztok!